kedves nézőinket! Önök a Líceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látják. Témáink röviden. Táblagépeken tanulnak az Eszterházy Károly Főiskola gyakorlóiskolájának diákjai. Koncertet tartottak Claude Debussy születésének 150. évfordulója alkalmából. Napló szilánkok. Koltai Róbert vendégjátéka a főiskolán. Híreink bővebben. Az Eszterházy Károly Főiskola mindig is élen járt az informatikai fejlesztések területén. A Nemzeti Tankönyvkiadóval és a Színvanet Informatikai Kft.-vel együttműködve a gyakorlóiskola 8x B osztályos tanulói már digitális tankönyvekből is tanulhatnak. Magyarországon először az Eszterházy Károly Főiskola gyakorlóiskolájában mutatták be a digitális tananyagra alapozott oktatási módszertant. A projekt során minden diák egy táblagépet használva vesz részt az órán, a pedagógusok munkáját pedig egy interaktív tábla segíti. A Nemzeti Tankönyvkiadó mindig fontos feladatának tartotta az új technikai eszközök kihasználását az oktatásban, a minőségi és értékhordozó tartalmak közvetítését. Ennek érdekében fejlesztik a már meglévő tankönyvek digitális változatait. Sajtótájékoztatón szó esett arról, hogy a hagyományos módszereken túl milyen pluszt adhat az interaktív oktatás. A távolabbi tervek között pedig szerepel a teljes közoktatási tananyag digitális formára alakítása is. 1862-ben született Debussy. A zeneszerző születésének 150. évfordulója alkalmából rendeztek hangversenyt a főiskola ének-zene tanszékén. A francia komponista komoly hatást gyakorolt a 20. századi zenére. Többek között két híres zeneszerzőnk, Bartók Béla és Kodály Zoltán zenei gondolkodását is döntően befolyásolta. Úgy gondoltuk, hogy olyan művekből állítunk össze egy programot, ami a mi adottságainknak megfelelő, tehát hogy dalokból, kórusszámból, illetve szóló zongoradarabokból állt össze ennek a mai estének a programja. A koncerten a tanszék oktatói és diákjai is közreműködtek. Dalok, zongoradarabok és egy kórusmű segítségével adtak ízelítőt Debussy munkásságából. Már ugye játszottam egy éve, és úgy inkább kettő éve a régi zeneiskolámban, és most újra elő kellett szedni, így annyira nem volt nehéz most megtanulni, körülbelül egy két hetet vett igénybe, míg újra felfrissítettem, és dolgoztunk rajta tanárnőmmel. December 3-án még hallhatjuk Debussy műveit, melyek zongorán szólalnak meg, Marik Erzsébet és Váradi Krisztina által a Líceum kápolnájában. Koltai Róbert színész-rendező vendég szerepelt az Eszterházy Károly Főiskolán Napló szilánkok című előadásával. Móricz Zsigmond 1924-25-ös naplóját szerkesztette színpadra B. Török Ruzsina, aki az író megformálására Koltai Róbertet választotta. Én sok Móricz darabot ismertem, regényt, meg játszottam is Móricz darabban. De ez mindent felülmúló, ez az életének ez a feltárása. És ahogy kiszakadt belőle, meg az, hogy a Móriczban az a legeslegnagyobb szerintem, hogy 100 év múlva is ugyanolyan aktuális lesz, mint volt 100 évvel ezelőtt szinte. A színész már nem először járt Egerben. Az Agria nyári játékokon többször is megkapta Heves megye művészeti díját. 20 év óta csak magának, mindig csak magának. Ismét sokan jöttek el az évkönyvfotózásra, ahová az idei fél évben záróvizsgára bejelentkezett hallgatókat várták a B épületben.
Ismét lehetősége nyílt az Eszterházy Károly Főiskola végzőseinek arra, hogy szerepelhessenek az évkönyvben, melyet a diplomaosztón vehetnek át. A szolgáltatás teljesen ingyenes, a talárt és a magisztersapkát az alumni és DPR iroda biztosítja. Ami érdekes és újítás ebben a szolgáltatásban, azt idén vezettük be, gyakorlatilag egy elektronikus regisztrációs rendszer van az egész mögé téve, tehát nem kallódva, beesve, illetve a meghirdetett időpontba vagy időintervallumba bármikor megérkezve, hanem rögzített időpontokban érkezve a hallgatók, sokkal gördülékenyebbé, gyorsabbá és átláthatóbbá tudtuk tenni a fotózás rendszerét. Saját költségre különböző csomagokban papíralapú képeket is lehet rendelni, a fotózás további időpontjairól pedig a www.ektf.hu oldalon tájékozódhatnak a hallgatók. A performance sokak számára nem mond semmit. Hogy ezt a szót mégis tartalommal töltsék meg, az Eszterházy Károly Főiskola, a Kepes György Szakkollégium és az Eszterházy Károly Főiskola vizuális művészeti tanszéke konferenciát szervezett. A szakkollégisták a nyár elejé ökotáborban hallgathattak meg egy előadást a performance-ról irodalmi-történelmi összefüggésben. Innen jött a témaötlet egy olyan hiánypótló előadás sorozat megszervezésére, ami aktuális kérdést próbál elméletileg megválaszolni. Az ország elismert előadóit sikerült meghívni az eseményre, akik személyes megközelítésben mutatták be, hogy mi is valójában a performance. Én nem mindegyiken tudtam sajnos részt venni, de amelyiken részt vettem, az szerintem eléggé informatív volt, hogy így mondjam, mert én egyébként nem ismertem tulajdonképpen a performance művészetet, és az első eleves pont, amit meg tudtam hallgatni, az nagyon jól elmagyarázta, hogy itt tulajdonképpen miről is szól ez az egész, hogy mennyi fajtája van, tehát hogy ilyen ágazatai vagy ilyesmi. Az elméleti előadások mellett gyakorlati bemutatóra is sor került. Ismét kiállítás a Hallgatói Galériában. A két hetente új tárlattal jelentkező művészeti kiállításon a vizuális művészeti tanszék diákjai mutatják be elkészült festményeiket. A vizuális művészeti tanszék egy-egy hallgatója két hetes időtartamban kap lehetőséget, hogy bemutassa elkészült műveit. Jelen esetben a képek témája a hétköznapok, ami egyben a tárlat címe is. Az alkotó elmondása szerint azért választotta ezt a témát, mert az egyszerű természetes anyagokkal, jelen esetben például hagyma és paprika, könnyű volt megragadni a mindennapok egyszerűségét. A kiállítás Dombóvári Ágnes nyitotta meg. A tárlat december 12-ig megtekinthető a Hallgatói Galériában. Skandináviai utazási élményeiről előadást tartott intézményünk végzős földrajzszakos hallgatója Török Tamás. A hetente új ismertetővel jelentkező programsorozat ezúttal a Bázisugrók országától a Finn szaunáig címet kapta. Érdemes egy kávét A Magyar Földrajzi Társaság Egerbük vidéki osztálya és az Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány támogatásával a Főiskola Földrajztanszékén előadást tartott Török Tamás. Az ismertetőt számos skandináviai élmény színesítette. A nevezetességeken túl a megélt tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal az előadó. Így számos tanácsot kaphattak a megjelentek, melyet egy esetleges kiutazás során hasznosíthatnak. A kötélverőházban kaphattak információkat az érdeklődők Magyarország és Németország együttműködéséről a külügyminisztériumból érkező előadótól. Az Agria Universitas Egyesület meghívására tartott előadást az egykori diplomata Bóta Zsolt, aki jelenleg a külügyminisztérium munkatársa.
A bemutató témája az aktuális magyar-német kapcsolatok voltak. Ez az a terület, amelyikkel én magam 16 éve foglalkozom a külügyminisztériumban, és nem véletlenül alakult ki erre vonatkozóan érdeklődés a társaságban, hiszen Németország a legfontosabb kétoldalú partnerünk történelmi értelemben, gazdasági értelemben, és jelenleg a legfontosabb támogatást nyújtja az Európai Uniós törekvéseinkhez is. Az előadásból kiderült, hogy minél több ipari termelő beruházás várható Németországból, a közös cél pedig az, hogy egy munkaalapú társadalmat és gazdaságot hozzunk létre. A neves kosztolányi kutató Bengi László tartott előadást a Tittelpál Könyvtár és Médiacentrumban. A kritikai kiadás egyik készítőjeként olyan kérdésekkel foglalkozik, mint az író szépirodalmi publicisztikai alkotásainak újraértelmezési módjai, életpályájának hiányzó elemeinek kutatása és feldolgozása. A Magyar Tudomány ünnepe alkalmából tartott előadást Bengi László, neves kosztolányi kutató az Eszterházy Károly Főiskolán. A kritikai kutatások célja az író életmű kiadásából kimaradt szövegek, a hiányzó szövegváltozatok és életrajzi adatok pótlása, valamint hogy segítséget nyújtsanak a szövegei újraértelmezésében. A Fiatal Írók Szövetsége által szervezett esemény célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak Kosztolányi életéről, műveiről és az ehhez szükséges kutatások módszertanáról. A foltvarást régen a szükség hozta létre, mára azonban hobbivá vált. Egerben immár 10. éve működik a Kolping foltvarró csoport. Az évforduló tiszteletére közösen alkotott munkákból nyílt kiállítás a Bartakovics Béla közösségi házban. 2002-ben alakult meg a Kolping foltvarró csoport Egerben. A Kolping család katolikus legényegylete varrógépekkel segítette a frissen induló közösséget. A tagok hetente találkoznak és alkotnak, illetve tanfolyamokat és táborokat is szerveznek. 10 évvel van együtt a csoport. Hát volt, akik elmentek tőlünk, volt, akik megmaradtak, sőt, volt, akik hál' Istennek jöttek hozzánk, úgyhogy vagyunk elég szép számmal, 24-en. A jubileumi kiállításon közel 30 alkotó munkáját lehetett megtekinteni, melyek között táskák, takarók, dísztárgyak és fali képek is szerepelnek. Nekem a szakmám a varrás, tehát a maga a varrás az nem volt új dolog, viszont ez a technika, amiket itt készítenek, ez nagyon új, és nagyon tetszett, hogy a kis maradékból lehet csinálni valami gyönyörűsége. A tárlat december 7-ig látogatható a Bartakovics Béla közösségi házban. Rangadót nyert és továbbra is vezeti a másodosztály tabelláját főiskolánk női kézilabda csapata. A férfi kosarasok viszont újra hazai pályán botlottak. A fővárosba látogatott az NB1B keleti csoportjának 10. fordulójában az Eszterházy KFSC Globosis női kézilabda csapata. A Fáy utcai rangadón a tabella második helyén álló Vasas fogadta a lista vezető egrieket. A találkozót a hazaiak jobban kezdték, de a miénk védekezése az első félidő végére összeállt, a szünetre egy gólos vezetéssel vonulhatott az EKFSC. A második játékrészben tovább dúzzadt az előny, az utolsó 10 percben sikerült 9 góllal elhúzni. A végeredmény Vasas SC, Eszterházy KFSC Globosis 26-35. Az EKF Egerhész férfi kosarasai az Eszterházy csarnokban látták vendégül a Bajai Bácska FKI csapatát. A főiskolások mind védekezésben, mind támadásban jól kezdtek, de a második negyedben változott a játékképe. A fél időre 7 pontos előnyre tettek szert a vendégek, az EKF csak futott az eredmény után. Az utolsó játék részben összekapta magát Váci Péter csapata, egyenlíteni is sikerült, de a végjáték a bajaiak számára alakult jobban, így végül győzelemmel távozhattak Egerből. EKF Egerhész, Bajai Bácska FK, 74-86. Kedves nézőink! Önök a Líceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látták. Viszontlátásra!